Most szeretnék nektek beszélni a hatalomról, arról a szellemi hatalomról, amit kaptunk Jézustól, és nézzük meg ezért a hatalomnak a működését. Tehát, hogy megértsétek, hogy miről van szó, szóval a Lukács 13-ból szeretnék beszélni nektek. Lukács 13-ból. És először hadd mondjam el nektek, hogy mit jelent az, hogy hatalom. Tehát mit értünk ez alatt, hogy hatalma van valakinek. Ugye az egyik definíció azt mondja, hogy valamely akarat véghez viteléhez. Tehát egy akarat véghez viteléhez, terv, szándék megvalósításához, Szükséges erő. Tehát ha van egy terved, van egy szándékod, azt meg is kell valósítani. Tehát ha van egy akaratod, azt vége, végre kell hajtani, véghez kell vinni, hogy meg is történjen az. Tehát hiába mondod, akarok menni gyülekezetbe, nem jössz, nem vitted végbe. Tehát nem volt hatalmat hozzá. Oké? Okay? Vagy azt mondod, van egy terved, szándékod, de a megvalósításához szükséges erő. Tehát ahhoz, hogy meg tud valósítani azt a szándékot és azt a tervet. Azt mondja, képességez, illetve lehetőség és a velük való élés. Tehát, hogy konkrétan élek azzal a dologgal, hogy megvalósítsam. Egy másik definíció szerint a hatalom például, mert ilyenkor van az, hogy egy démon lehet, hogy nem akar kimenni. De ettől függetlenül, ha van hatalmad, akkor ráerőlteted, mert hiába neki az akarata, a szándéka más, te viszont Isten igéire alapozva jogod van rá, hogy kiűzd azt a démont annak az akaratának, ellenére is. Amen. Egy másik ö, ö, definíció, ugye azt mondja, a hatalom azt a képességet vagy erőt jelenti, amely alapján valaki az akaratát vagy szándékát másra, másokra tudja testálni. Tehát át tudja vinni másokon is az ő akaratát. Tehát ez egy hatalom. Ez egy hatalom. És nyilván a hatalom gyakorlásának van legális és illegális módja. Ugye, hogyha valaki például érzelmileg manipulálja a másikat, vagy, vagy ugye általában, hogyha a hölgyek a házasságban szeretnének, hogy valahogy az akaratuk megvalósuljon, akkor. Tehát nincs fizikai erejük, amin keresztül ezt tehát véghez vinnék, a férjük közképes, nyilván van, amelyik asszonynak van, és az herrakja a férfit, de az viszont nem érzelmileg, hanem erőből demonstrálja a hatalmat, tehát az akaratának a véghezvitelét. Mert ilyenről is hallottam, pont egyszer egy alsó szomszédunk volt olyan, hogy hogy ugye a hölgynek nagyobb ereje volt, mint a férfinak, és hát hiába nem akart, tudod, a szerencsét lehet, tudod, felemelte, aztán megcsinálta. Ez is hatalomgyakorlás. Illegális módon. Tehát, de, de a, a, tehát olyat az is illegális, hogyha a férfi nyúl a testi erejéhez, a, a, az akaratának a véghez ez, hogy a felesége azt csinálja, amit ő akar. És ezért a fizikai testi erejét használja fel erre. Tudjátok, miről beszélek? Milyen csönd van. Hát remélem, ilyen nincs otthon nálatok. Ez illegális ez a hatalomgyakorlás vagy ez az akaratátvitel, de ugyanígy a feleségek, ugye ők tudják, hogy gyengébek vagyunk, nem tudom lenyomni, most mit tudok csinálni? Hát, fáradt vagyok, fáj a fejem, érzelmileg, tehát próbálok úgy eh, hat hatni, hogy valahogy mégiscsak az én akaratom valósuljon meg. Tehát ez is illegális. Tehát eh, nagyon fontos, hogy a hatalom, láthatod, amik, amiről most beszélünk, ebből is látszik, hogy van egy hatalmi rend. Tehát beszélünk arról, hogy az akaratnak a véghez vitele az egy rendben történik meg. És e, azt olvassuk tovább, hogy vagyis azt, azt mondom tovább, hogy ez a hatalom különösen akkor mutatkozik meg, amikor valakinek nincs szándékában, a másik akaratát elfogadni. Tehát most például az utakon, bár ne találkozzunk ilyennel, kiáll valaki rendőrruhába, és mutat neked egy ilyet. Hát akkor valamit csinálsz. És lehet, hogy 50-60 kilós, most csak mondtam valamit, vagy 70-80, te meg bennülsz egy egy, 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 egy ezer vagy több ezer kilós járműbe, és egy ilyentől nem tudja megállítani fizikailag azt a járművet. De mivel, hogy van hatalma, és egy hatalmi rendben van, te meg fogsz állni. Mert ha nem állsz meg, akkor rosszabb következménye lesz. Mert akkor az összes, a hatalmi rendbe tartozó, összes ember téged fog üldözni. Sőt, maga a hatalom lesz te ellened, és fogja gyakorolni elned a hatását. Tehát látod, hogy ahhoz, hogy hatalom legyen, nem kell neked a legerősebbnek lenned. Akkor is működik. Ha benne állsz a hatalomban, akkor akárhány kilós vagy, akárhonnan jöttél, neked akkor meg kell csinálni azt, amit mondasz, hogyha beállsz abba a hatalmi rendbe. Ugye ez volt katonasságnál, ezt kellett megtanulnunk, a, a, e, tehát akkoriban, amikor még volt katonasság, ezt tanultuk meg, hogy hatalom működik, hatalmi rend van, egy rendszert képezez, és ha tetszik, ha nem tetszik, te akkor is, ha erősebb vagy annál az XY-nál, de ha ő hordja a csillagokat a vállán, akkor te fogod takarítani a vécét, ha azt mondja. Ha nem, annak következményei vannak, és egyre rosszabb következményei vannak. Tehát lehet, hogy megéri mégis csak kitakarítani a vécét, hogy ne legyen olyan negatív következmények, amikkel nem akarsz találkozni. Tehát hogy működik? Tehát mikor működik a hatalom? Azt mondja, annak ellenére is, hogy egy másik akarattal szembe találkozik, és az a másik nem akarja azt csinálni, de a hatalom azt jelenti, hogy meg fogja csinálni. Oké? Okay. Azt mondja, tudom, azt mondja, valakinek nincs szándékában a másik akaratát elfogadni, ez akkor mutatkozik meg, tudomásul veszi, és ezzel ha az akarattal szembefordul, annak ellenáll, ennek ellenére mégiscsak megvalósul az az akarat, akinél a hatalom van. Jó? Otthon a gyerekekre is lehet így nézni, hogy kinek van hatalma a családba. Azt csinál, a gyerek csinálja azt, amit te akarsz, vagy te csinálod azt, amit a gyerek akar. <laughs> Mert ez megmutatja a hatalmi rendet a családban. Tehát például ilyen is van. De amit, amit ebből akarok mondani, ez egy hatalmi rendben van. Na nézzünk egy ilyen e, e, történetet a Lukács e, e, 13-ban, Lukács a 13, 10-től 17-ig. Azt olvassuk tanított pedig szombatnapon egy zsinagógában. És íme volt ott egy asszony, akiben betegség szelleme volt, 18 esztendőtől fogva, és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, előszólította és mondta neki, asszony, feloldattál a te betegségedből. És rávetette a kezeit, rá tette a kezeit, és azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. Felelvén pedig a zsinagóga fő, megharagudva, hogy szombat napon gyógyított, Jézus mondta a sokaságnak, hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon gyertek, azért és gyógyítsátok magatokat, de ne szombat napon felelt azért neki az Úr, és mondta, képmutató. Azért nem semmi Jézus. <gül> <gül> Szombat napon nem oldja el mindegyitek az őkrét, vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi el itatni, hát ezt, az Ábrám lányát, akit a sátán megkötözött, 18 éve nem kellett -e feloldani ebből a kötélből szombatnapon? És mikor ezeket mondta, megszégyenültek minnyájan, kik magukat neki ellenébe vetették, és az egész nép örült mindazokon a dicsőséges dolgokon, amelyek ő általa lettek. Amen. Na, hadd had mutassak ebből ki, ugye itt az ördög, tehát Isten országa, és az ördögnek az országa, királysága összeütközött egymással. És nézzük meg, hogy, hogy mit jelentett ez. Például, nézzétek meg az első, amit rá szeretnék mutatni a 16. verszakban. Hogy egyrészt a sátánnak van hatalma megkötözni az embereket. Tehát az emberiség a sátán hatalma alá került. Tehát ez azt jelenti, hogy nézd meg ezt a betegséget, ami ennél az asszonynál volt, ezt a sátán kezdeményezte. Ez nem természetes okok miatt alakult ki, de természetes tünetekben, természetes dolgokban jelentkezett, és ha valakit megkérde, oda hívtál volna egy orvost, megmondta volna neked azt, hogy mi az oka, ennek a betegségnek, de ő a tudomány által soha nem jutott volna el arra a következtetésre, mi ennek az asszonynak, a betegségének az igazi oka volt, hogy a sátán köteléket helyezett erre az asszonyra. Ráadásul ez a, ezt a köteléket a Biblia betegség démonának Betegség szellemének hívja. És Jézus Krisztus ezzel a kötelékkel foglalkozott, és ezt a démont kellett kiűznie neki, hogy meggyógyuljon ez az asszony. Tehát mit akarok ezzel mondani? Hogy a sátánnak van hatalma emberek fölött, és van hatalma befolyásolni az embernek a testét, az embernek az életét, szokásokat tud létrehozni, kultúrát tud létrehozni a sátán, tud különböző családi, familiális szokásokat kialakítani. Tehát ezeket meg tudja tenni. Nézzétek meg, most mondok egy példát, hogy ott van Ábrahám, ott van Sára, és euh, amikor nem tudott Sára szülni gyermeket, akkor felajánlotta Sára a férjének, hogy, hogy Ábrahám, neked adom a szolgáló lányomat, és euh, menj be hozzá, és ő szüljön helyettem. Most figyelj ide. Ha ezt Sára nem önszántából csinálta, vagyis önszántából csinálta, de ez volt, az ő korának a kultúrája. És ő nem gondolta át, hogy most, most hogy lesz ez az egész, hanem ez egy kulturális szokás volt akkoriban, és felajánlotta ezt Ábrahámnak. De nézzétek meg, micsoda balhé kerekedett utána ebből az egészből, és az emberiség történetébe is, milyen háborúk és milyen, milyen ellentéteket szült, ez a döntése, ez a kulturális döntése. És ő ezt úgy mondta el, hogy ő nem gondolta, hogy most ez baj. Miért? Ha, ha te nem szülsz a férjednek gyermeket, te azt mondod a férjednek, hogy gyere férjem, itt van a barátnőm, vagy ez és ez, most bocs, de. És menj be hozzá, és akkor lesz gyerek. Hát Tuti biztos nem mondasz ilyet neki. De ő mégis ezt tette. Miért? Mert az ő kultúrája, az ő szokása, abba a szokásába belefért ez. És hallod, ezért nagyon fontos ott hagyni azt a kultúrát, ami ellentétes az Isten igéjével. ezért lényeges elhagyni azokat a szokásokat, ami ellentétes Isten igéjével. mert az a probléma, hogy nem veszed észre, hogy ellene fogsz dolgozni az Isten ígéreteinek, mert te csak azt fogod gondolni, hát én mindent jól csináltam, én mindent úgy csináltam, ahogy szoktuk csinálni, ami nálunk így normális, csak annyit csináltam, semmi többet. De mégis nézd meg, hogy milyen fájdalmak, milyen háborúságok, milyen harcok születtek meg emiatt a kulturális szokásnak megfelelő döntés miatt. Tehát ezért nekünk át kell vizsgálnunk a hátterünket, a szokásainkat, ami normális, nem is gondolunk bele, hogy az valami probléma lenne. Hát mindig, érted? A mi családunkban mindig verték a feleséget, nem nálunk. Csak, csak így mondok egy általános dolgot. <laughs> Na valaki ezt kivágja, tudna, Georgis is azt mondta, hogy. Mert ezt látta otthon, ezt látta a, a, nagypapánál, már a nagypapa is azt látta a nagypapájánál, érted? És kialakult az, hogy De hát ez a normális, hogy verem a feleségem. De hát ez nem normális, ember. Ez nem egyezik össze Isten igéjével. Tehát ezért nekünk hozzá kell igazítanunk, mert, mert ha a szokásokhoz és kultúrához igazítjuk magunkat, hallottad, mi a probléma? nem lesz lelkiismeret furdalásunk. Nem fog jelezni a lelkiismeretünk. Nem gondoljuk, hogy az rossz, amit csinálunk, mert az így szokás. Bemegyek másnak a házához, és elviszem a cuccait. Ez semmi, semmi lelkiismeret furdalás. Ha úgy kell nekik, úgy kell a gádzsoknak, Az nem bűn! Hát te. De... Azt az, az bírtam, hogy démonok hogy tudnak működni. Most nem azért, de e, mentem Suliba, akkor még Szentpára mentem az újszász, utcába, volt a Szentpál, és 45-ös buszon, a őrsön felszállok, hátra a, oda megyek, ahol rászkódik a legjobban a busz, és nézem, kisgyerek, ugye fe, felszáll a család, bemennek a, a oda hátra, és egy, egy, tehát ahogy szembe vannak velem, vagy szembe velem ül, lehetett leülni egy, egy tehát a, a, busznak az ülésére, és akkor ott egy, egy, hölgynek, a hölgy mellett felszabadult egy kis hely, és a kis rác beült oda. Hald és utazunk, mindenki néz mindenfele, és ezt csak látom, hogy a keze így megy. Mondtam, azt a. Hallod, ez. Tehát már micsoda. Tehát már a, a, a kézbe benne van minden. Ha már most látszik, hogy tíz év múlva mi lesz. Pedig egy kisgyerek volt. És ő is nézte a kezét, hogy mit csinál. Hát mert nyilván mást is. Hogy nézem, hát ez. Ha ilyenkor le kell törni a kezét. Mert nem, ez nem kulturális szokás, hogy ilyet meg lehet engedni. Olyan átkok szabadulnak fel embereknek az életéből, hogy nem tudják már kiskortól kezdve. Hát Zakariás könyve ír arról, hogy bemegy a lopónak a házába az átok, és szétcincálja az egész lakást, az egész családot, az egész otthon, szétforgácsolja e, e, az az átok. És néznek az emberek, hogy miért van ez nálunk. De lehet, hogy neki nem jut eszébe, hogy hoppá, ennek van köze ehhez a dolgokhoz? És a Biblia azt mondja, van köze. Tehát látjátok, hogy tehát ezért akartam mondani azt, hogy vannak szokások, hogy Ábrahám sára is csináltak olyat, amit ők nem gondolták volna, hogy ez rossz lenne. Ezért nekünk. Fontos, hogy ne vigyünk be démonokat az otthonunkba, ne kerüljenek be a családunkba démonok, átkok ne kerüljenek be, mert rossz lesz az életünk. Belehalnak emberek az átkokba, belehalnak démonokba, betegségek jönnek létre egyik pillanatról a másikra, és az emberek nem is értik, hogy betegetett meg, amikor, amikor nem volt semmi előzménye a dolgoknak, de látod, hogy? Hogy jön az ördög, akinek van hatalma az emberek felett, és azt olvassuk, hogy beleviszi, adnak az emberek réseket, adnak az emberek nyitott ajtókat, kapukat, és az, amire nem gondolják, hogy azzal megnyitják az ellenség előtt az, út, az utat, és bejön az ördög, kihasználja az ördög, belép az embernek az életébe, belép a családjának az életébe, és arra néz az ember, hogy mi történt, mi ez az egész. Hallod, nekünk újra és újra át kell gerebjéznünk a, a, az, az otthonunkat, a családunkat, most szellemi értelemben át kell gerebjéznünk, hogy kihozni onnan azokat a dolgokat, amik beleragadtak, amit lehet, hogy levágtál füvet, lehet, hogy beraktad a szemetesbe vagy a hulladékba, de lehet, hogy ott maradtak még a talajon, és fel kell gerebjézni azt a talajt, hogy kihozni onnan azokat a réseket, hogy ne támadja meg az ördög a családot. És nézd meg ennek az asszonynak a problémáját. 18 évvel azelőtt történt valami az életében. Nem írja az ige, hogy mi. Csak azt írja, hogy egy démon belépett a testébe. És onnantól kezdve egy olyan betegséggel szembesült, hogy napról napra meggörbet, görnyedezett, meggörbet, és utána már nem tudott felegyenesedni ez az asszony. És ő nem, maga se tudta azt, hogy egy démon okozta ezt a problémáját. Lehet, hogy neked is az életedbe vannak olyan problémák, amit te nem is gondolsz, hogy az démon okozza. Nem is gondolod, hogy belépett egyszer csak egy démon az otthonodba, belépett egy démon a családodba, belépett egy démon a testedbe, és az okozza azt a felfordulást, amit nem tudsz megoldani éveken, évtizedeken keresztül. Hadd is ez ott marad, ha, ha, nem megy ki ez a démon, ha Jézus nem olt fel téged ez alól, ha nem használod Jézus Krisztusnak a nevét és a hatalmat, amit kaptál tőle, ez végig fogja kísérni az életedet. Halálod napjáig ott lesz ez a démon az otthonodban, a testedben, a lakásodban, a családodban. Tehát azt mondja itt, hogy, hogy megkötözött az ellenség. De nézd meg. Van megint, amire hivatkoztam az adakozásnál. Nézd meg itt ezen a versen, a 16 nál mit mond. De ezt az Ábrahám lányát. Hallod? Hát ezt, az Ábrahám lányát. Tudod, mi volt ennek az asszonynak a szerencséje? Hogy zsidó embernek született. Hogy Isten Ábrahámmal kötött szövetséget, és elkötelezte magát Isten, az a szuverén, szabad, Lény, Isten, aki nem tartozik senkinek semmivel, hanem önmagát elkötelezte Ábrahámnak, azt mondta Jézus, na ezt, az Ábrahám lányát nem kellett elfeloldani. Hogy ember, aki szövetségben van Istennel, az fel kell szabadítani. Adanak nem kell a démonikus kötelékekben maradnia. Nem kell démonikus kötelékekben lennie, nem kell úgy leélnie az életét, mint a szüleinek vagy a nagyszüleinek, hanem, hanem meg tudnak törni a, a sors romboló erők az életébe. Azt mondja, ezt az Ábrahám lányát nem kell. Ezzel azt mondta Jézus, emberek, nekem a kötelességem, hogy azok, Azokat, akikkel Isten szövetségben van, azokat felszabadítsam. Azoknak, azokat kihozzam betegségekből, azokat kihozzam a szegénységből, kihozzam az átkuk alól, kihozzam a bűnök alól, kihozzam betegségekből. Kell és kötelező, hogy ezt megtegyem velük. Így gondol rád Isten? Na, mit szólsz hozzá? Na, hogyan változott meg? Mindjárt megnézzük ezt, de nézzük meg, hogyan változott meg ez az egész. Az első, ugye, hogyha megnézzük a tizedik verszakot. Azt olvasjuk, tanított pedig szombatnapon a zsinagógában. Hallod? Az az első, hogy Jézus, amikor akar cselekedni az életedben, amikor akar valamit tenni az életedben, akkor tanít. Kiküldi az Isten igéjét. Elkezdi Isten igéje kijönni, és Isten igéjében van benne az a szabadító erő, szabadító hatalom, ami neked is be el kell, hogy találjon. Be kell, hogy hatoljon a szíved közepébe. Hallod, és most is, ahogy hallasz, oké, okay, az értelmeddel is figyelsz. De hallod, tudod neked, mikor lesz nagyobb áldás? Az, amit mondok. Ha a szívedbe megy az ige, Hogyha hagyod, hogy a szívedet találja el az Ige, hogyha hagyod, hogy a szívednek a közepébe menjen bele az Ige. És hallod, látod, zsinagógába ment Jézus, látod, Isten tiszteleti helyre ment Jézus. És látod, ott találkozott, oda ment ez az asszony is, oda ment ez a beteg asszony is Jézushoz, a zsinagógába, ő elment hallgatni az igét, neki szokása volt, hogy jár Isten tiszteletre igét hallgatni. Hallod, te is szokásoddá teszel? Teszed, hogy jársz Isten tiszteletre igét hallgatni? Ez a legjobb szokás az emberek életébe. Ez nem rossz, ez nem az ördögnek a szokása. Ez nem az ördögnek a kultúrája. Hanem, látod, Jézus is járt Isten tiszteletre. Jézus is itt van. Azt olvasod, íme, volt ott egy asszony. Ott volt az asszony. Tehát ő találkozott a csodával. A csoda nem véletlenül jött össze. Nem úgy jött össze, hogy otthon volt, át, valami legyen, Uram. Valami változás legyen. Ettől nem lesz változás. Az asszonynak is ott kellett lennie, ahol Jézus volt. Ahol Jézus járt. És azt mondta Jézus, ahol ketten, vagy hárman egybe gyűlnek az ő nevében. Ő ott van. Jézus itt van. Jézus tud csodát tenni a te életedben is. Öt nem korlátozzák a törvényszerűségek, az emberi csontok, az emberi sejtek, hogy hogy szoktak csinálni. Hogy ő hozzáér a sejtethez. És elkezd úgy viselkedni, meggyógyulni. Elkezd. Elkezd helyreállni a fizikai tested. Az volt a lényeg, ott volt, ott volt a vérfolyásos asszony is. Ő is mondta otthon, de jó lenne, Jézus meggyógyítana, de jó lenne, el tudna múlni ez az egész. De ha otthon maradt volna, soha nem tudott volna semmi sem történni, akkor csak álmodozott volna. Hát nincs is Isten, mert nem történnek semmi jó dolgok. Hát dehogy nem. Jézus Krisztus, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amit ő megtett a múltban, azt ő most is meg tudja és meg fogja tenni az életedben. Ő most is képes azokra a dolgokra, amiket nekted 2000 évvel ezelőtt. Ezért számíthatsz rá. Ezért a reménységed az nem fog elmúlni. A reménységed nem szégyenít meg, a reménységed meg tud tartani. A reménységed áttörést tud hozni az életedbe. Ábrám is reménykedével hitte. Reménység ellenére reménykedve hitt. Tehát ez azt jelenti, hogy folyamatosan benne volt a reménységbe, folyamatosan a hittél erősödött a reménység által, hogy meg fog történni, át fog billenni ez az egész. Győzni fogunk, áttörés fogunk tapasztalni, meggyógyulok, megszabadulok, kijövök ebből, a nehéz helyzetből. De látod, ott volt! Az, az, te is itt vagy! Azt mondja, akiben a betegség szelleme volt 18 éve. Hallott, ha van benned démon? Ha van benned démon, hogyha benned van a betegség szelleme. Hallod, ma meg tud szabadulni, ma ki tudnak menni a démonok belőled. Ma ki tud menni az a démon, aki a gondodat, bajodat okozza. El tud hagyni. El tud menni a gyengeség, az erőtlenség, el tudnak menni familiális kötelékek, leesnek belőled. De ne arra nézzél, meg vagy görbedve. Hát ember, másnak is van baja. Ne, ne csavarodjál bele a betegségedbe. Ne, az legyen a, ne a problémád legyen a középpontban. Ne arra nézett volna, amit tapasztalt. Görbe volt, nem tud felegyenesedni. Hát csak azt nézi, de nem tudok felegyenesedni. Azt mondja Jézus, Gyógyulj meg! Erre azt mondja, hát de még mi? De hát én nem szoktam felegyenesedve járni. Kell fejlődni! Múltkor is voltam kórházba valakit meglátogatni, és láttam egy kis, tudod, egy, egy idősebb embert, is. És és csak így tudott menni. Fú, mondom, de jó lenne Jézus. De hát kell előre haladni. A hitben, erőben, kenetben. De látod, ez az asszony is hallgatta. Tehát mert nem csak arról van szó, hogy az, aki prédikál, hogy az toppon kell, hogy legyen. Hát a hallgatóságnak is toppon kell lennie. Olyan nincs, hogy bejövünk, csinálj valamit. Hát most mit csinálja? Azt mondja Pálapostól, hitből hitbe. Nekem az a feladatom, hogy bennem legyen hit, hogy ne akadályozzam Istennek az erejét, de benned is kell, hogy legyen hit, hogy ne akadályozd az Istennek az erejét. És mindegyikünknek ez feladat. És mondom, ha úgy ülsz hogy á, na jó, bejöttem hallgatni, majd csak lesz valami. Hát ettől nem fog sem, tehát felszabadulni semmi. Hallod? Ami a hit tárgya, annak mindegy atmoszféra kell. Tehát magyarán, halod a gyógyulásnak megvan az atmoszférája. Ezért Jézus, amikor például halottat támasztott fel, akkor volt, hogy kizavarta az embereket a házból, azért, hogy a az atmoszférába ott legyen a gyógyulás, ott legyen a csoda. Tehát, hogy egyszerre nem megy az, hogy rossz az atmoszféra, de te akarsz valamit, hogy történjen, akkor hozd létre azt az atmoszférát az otthonodba, hozd létre a környezetedbe, a körülményeidbe, hozd létre. Hallod? És először ez bent is van. Ben van a légtérben is, de ben van az ember fejében is, elméjében, szívében. Úgy nem, nem tudsz áttörést hozni, ha továbbra is szegény ség atmoszférájába vagy, akkor kellene egy igénynek, kitörjön az ember. De ugyanúgy a gyógyulásnak is. Ez az asszony jókor volt, jó helyen. És ahogy Jézus tanított, az atmoszféra megváltozott abba a zsinagógába. Ha úgy tanított volna, mint bárki más, akkor az asszony eljött a zsinagógába, és a végén ment haza úgy, ahogyan jött démonnal. De Jézus, amikor tanított, akkor a hatalom megnyilvánult az ige hirdetésen keresztül. És az a szellemi hatalom egy légkört hozott létre. Létrehozta a szabadulásnak a légkörét, a gyógyulásnak a légkörét. Ez nem a munkahelyen lesz. Hallod? De ott hiába várod, ott lehet, hogy nem alkalmas a légkör rá. De lehet, hogy nem autózás közben, amikor még 170-nel, 180-nal, és dudász. Olyankor nem, nem, az az atmoszféra. Hallod? De viszont az Isten tiszteleten, amikor Isten igéje kijön, amikor Isten kibocsájtja az igét, amikor az Ige uralmat vesz, amikor átalakítja a légkört, akkor ez a, ebben az atmoszférában ember van okod reménykedni, van okod hinni, mert létre tud jönni az áttörés az életedbe. És lehet, hogy meg. És lehet, hogy emberek azt mondják, de hát már voltam templomba, voltam itt, hallgattam az igét, de nem történt semmi, az atmoszféra más. Nem vetted észre most is? Nem? Van, ahol bemész, és az unalomnak az atmoszférája. Van. <laughs> és akkor várod a csodát? Hát várhatsz rá. Tehát unalom atmoszférájában nincs csoda, nincs gyógyulás. A hatalom légkörében, a hatalomnak a, a működése közben, na ott van csoda. Ott számíthatsz, hogy lesz valami most. És általában a jelenlét nem, nem a, egy természetes várakozást hoz létre. Én csak elmondom, hogy hogy működik. Hallod, hogy az ember azt gondolja, hogy elmegyek istent is, na várok, várom, ilyen emberileg hozza létre. Hallod? Más az, amikor az atmoszféra hozza létre a reménységet és a várakozást benned. És amikor az atmoszféra hozza akkor ott van, ott van az atmoszférában az a dolog, amire szükséged van. Ott van az az áttörés az életedre, abba az atmoszférába. És akkor jól teszed, hogyha figyelsz, jól teszel, hogy a működésbe lépteted a hitedet, jól teszed, hogy aktivizálod a szívedben a hitet, hogy megragad, átvedd azt a dolgot, és amikor átveszed, akkor meg fog történni az életedben. De először a láthatatlanba kell átvenned. Na nézzük a következő. Azt mondja, tehát nem tudott felegyenesedni, ott volt, mondta neki Jézus. Látod, hogy a másik, hogy a hatalom beszéddel, beszéddel mutatkozik meg, vagy a beszéd, tehát beszéd is kell a hatalom működéséhez. Mit mondott, amikor látta Jézus? Meglátta, ó, oh, ott van az az asszony. Mit mondott neki? Azt mondja, asszony, feloldattál a te betegségedből. Látod, hogy ez, ez hozzászólt. Mint ha Jézus mondjuk, mondjuk azt mondja, asszony, feloldattál a te betegségedből. Érted, hogy a hatalom, amikor működik, akkor ki kell mondani, ha nem mondod, nem fog működni. Hiába volt Jézuson hatalom, hiába volt ott az az asszony, de ha nem mondta volna ki, hogy asszony! Fel vagy oldozva! És ugye ezt azt kell látnod a, a görögben, a, ahogy le van írva itt ez az esemény. Azt olvassuk, hogy hogy olyan, mint egy kötéllel megkötözték volna. Tehát ez a betegséget úgy írja le Jézus, hogy egy szellemi kötél, kötéllel megkötözte ezt az asszonyt. És ő csak kihirdette a szabadulást. Ő kihirdette. Tehát a hirdetés, a kihirdetés által működik. Érted, hogy ki van Hirdetve fel vagy oldozva a kötelékeid, amik addig ott voltak az életedbe. Ezektől a kötelékektől legyél szabad. Legyél szabad. Legyél szabad ezektől a kötelékektől. Tehát Jézus ezt csinálta, ezt mondta ott. És ahogy kimondta, felszabadult. Felszabadult ez az erő. Most is. Hallod? Bármilyen betegséget van. Bármilyen betegség. Legyél szabad a Jézus Krisztus nevében. Nem azért, mert én mondom, hanem Jézus nevében. Jézus nevében. Amikor ment Péter apostol, meg János apostol, ment a templomhegyre imádkozni. És azt olvasod, hogy egy koldust letettek, aki már ki tudja hány éve koldul, sánta volt a lába, már úgy született, születésétől fogva sánta volt. És Péter már akkor tudta. Jézus mielőtt elment, azt mondja, nekem adatot minden hatalom. A földön, a földön és a mennyben, az égen. És megy Péter apostól János apostollal mennek. Egyszer csak egy kéz benyúl neki elé, benyúl ez a kéz, tartja a markát. Erre Péter apostol azt mondja, arany a mezüstöm, nincs nekem. De figyelj, amim van, amim van, azt adom neked a Jézus nevében kelj fel és járj! Erre... Na erre lett nem ulas. Vitték börtönbe, vitték mindenhová. Kihallgatás, minden volt. És tudjátok, mi volt a kihallgatásnak a kérdése? Oda vitték a bíróság elé őket, és figyelj, mi volt? Két kérdést tettek fel. Micsoda hatalommal cselekedtétek ezt? Második kérdés. Milyen név által tettétek ezt meg? Hallod, a hatalom működése. Mert azt mondta Péter apostol, amim van. Magyarán ez a hatalom ebből a hatalomból ő is részesede. Ami Jézusnak a szellemi hatalma volt, azt megkapta Péter apostol. És azt mondja, amin van, azt adom neked. Erre azt kérdezik, milyen hatalom cselekedte ezt meg? Milyen név cselekedte ezt meg? Látod? a Jézus nevébe vetett hit által gyógyította meg az ő neve ezt az embert, akit láttok. Hallod, a Jézusnak a neve felszabadítja ezt a hatalmat. Hallod, amikor egy halálos beteghez hívták a, a Wiglesworth-öt, fennmaradt egy olyan, hogy körbe, testvérekkel ment oda, és uh, körbevették vették az ágyat, és semmi más nem csináltak. Csak a Jézus nevét mondták ki folyamatosan. Azt mondják, hogy akik ott voltak, azt mondják, olyan erő szabadult fel, hogy rezgett az ágy. És fel is emelkedett a földről, ahol ez a halálos beteg feküdt, az az ágy. Pedig csak mondták, hogy a Jézus nevében. Ezért ne csépeld el Jézusnak a nevét, ne használt hiába valóan az Úrnak a nevét, ne koptasd ki a szádból Jézusnak a nevét, hanem amikor szükséges, amikor kell. Akkor mond ki. Jelen, megjelenik a betegség, a fájdalom a testedbe, ki kimondod, A Jézus nevében. Hopp, rögtön összeszedi magát, és kifarol a testedből. Jönnek a megoldatlan dolgok, rászóz, a Jézus nevében. Probléma. Jézus nevében. Meghiúsítás. A Jézus nevében elhagyod a sorsomat, kimész az életemből. Tehát ezt használnod kell, de hit az ő nevébe vetett hit által. Tehát mit csinált Jézus? Szólt, ott van a hatalom, és szólt, és azt mondta az asszony, feloldattál asszony. Látod, mit mondott el Jézus? A megoldást. A megoldást mondta ki. Nem kezdett el beszélni, ugye milyen, ugye rossz, nem tudsz fel, milyen érzés? Hát ilyen, meg ilyen, ó, oh, meg tudom érteni. Úgyse, <laughs> nem tudja megérteni az ember. Mert az, aki benne van egy problémában, benne van veszekedésbe, viszályba, család, házasság szétesésében, a másik nem tudja megérteni, megy keresztül egy beteg embernek a fájdalmait nem tudja megérteni. És Jézus nem azt kérdezte, asszony, gyere, te, támogassátok ki. Milyen? Ugye nem tudsz felemgyenesedni. Ó, de rossz. Mert a hit elment volna megint. A hitnek az atmoszférája elment volna abból az egész, a zsinagógából. De ő mit csinált? az kimegy az a démon onnan. <laughs> És ki, Jézus kiküldte, kiküldte a beszédét. Azt mondja, asszony, feloldattál, fel vagy oldozva. Végül is, tényleg, hát most, most mit mondjak? Tehát, hogy lehet, hogy ezt vették át egyházakba. Fel vagy oldozva! Végül is ez, látod, működik. Tényleg működik. Hallod? A tátul is fel vagy oldozva. A Jézus nevében. Látod, Jézus is feloldozást adott, hogy a kötelékből fel legyen oldozva. És ezért nagyon fontos, hogy kimondani. Hallod, nem megközd magadat a, be, a, a beszédeddel. Sok ember megkötözi magát a beszédével. Nem feloldja magát a sátán kötelékéből, hanem a betegségével, a szegénységével, az átkaival, meg ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, csak tovább a beszédével kötözi magát és csodálkozik, hogy miért nem tud megszabadulni azoktól a dolgoktól. De hát azért, mert a saját, mert nem feloldozza, hanem megoldozza magát. Megköti magát, nem megoldozza, Megkötözi magát a beszédével az ember. És vigyázz, nehogy a beszédeddel megkötözd magadat. Na nézzük tovább. Azt mondja, hogy apostolok is megkapták ezt a hatalmat. Na most nézzük a hatalom forrásával kapcsolatban. A hatalom forrásával, ugye, hogy, amit olvastam nektek, most nem fogom megint felolvasni Dávidnak ezt az imáját, de ez, ez teljesen, ö, ö, tehát az, hogy ha Isten akar valamit, az tuti biztos megtörténik. Ezért volt a leprás, ezért kérdezte meg Jézus. Jézus, Jézus, ha akarod, meggyógyulok. Tehát látod, hogy mit, mit mondott ezzel ez az ember? Az, hogy Jézus, nálad van a hatalom. A betegség fölött, a lepra fölött, és ha te akarod, akkor ez megtörténik az életemben, hogy meggyógyulok. A leprából is. Tehát a hatalom az az Istené. És ezért Jézus például a mi mit olvasol? Hogy fejezi be az imát Jézus? Azt mondja, mert tied a hatalom. Látod? Az imában ezt ki kell fejezni, hogy mi egy olyan Istenhez imádkozunk, egy olyan Istenhez fogalmazzuk meg, beszélgetünk vele, kéréseket fogalmazunk meg, aki minden hatalom. Nem csak úgy a levegőbe beszélünk, hanem a hatalom Forrásához szólunk, és Jézus ezt mondja, hogy így imádkozzunk, hogy mindig fejezzük ki, hogy tied a hatalom, hogy te vagy, az az akarat valósuljon meg, ami benned van. Azt mondja Pálapostól például 1 Timóteus 6.16-ban. azt olvasuk Istennel kapcsolatban. Aki egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökké való hatalom. Amen. Tehát mit mondott ezzel Pál Apostol? Hogy Istené örökre a hatalom. És ha ennek a hatalomnak több, több dolog miatt övé ez a hatalom, de itt két dolgot mond. Az egyik az, hogy övé a halhatatlanság. Tehát Isten nem képes, nem tud meghalni. Isten nem képes elmúlni, és ezért övé a hatalom. A másik azt mondja, tehát múlhatatlan, nem múlik el. Minden elmúlik. Az egész világ elmúlik. Minden. De Isten soha nem múlik el. Soha nem képes meghalni. Soha. Tehát ez az egyedüli. Övé az egyedül. Azt mondja, hozzáférhetetlen. Tehát Isten, hozzáférhetetlen, megközelíthetetlen, világosságban lakik. És azt mondja ezért övé a hatalom. Utána Jósafát például így imádkozik. 2. krónika 25-ben. Megállt Jósafát Juda, és Jeruzsálem gyülekezetében, az úrházában, az új pitvar előtt, és mondta, óram, mi atyáink Istene, nem te vagy egyedül Isten? Látod? Mit mondott? Hogy te vagy egyedül Isten. Azért, mert Isten egyedül, ő az Isten, ezért övé a hatalom. Ővé az akarat, az, hogy minden akarat alárendelődik neki. Minden ellenszegülés is alárendelődik neki. És hallod, amikor azt mondja a leprás, Jézus, ha akarod, meggyógyíthatsz. Ha akarod, Jézus, meg tudsz gyógyítani. Jézus erre mit mondott? Akarom. Tehát ez az akarat. A te érdekedbe is, Be, bejön ebbe a világba, és működésbe lép a te életedben is. Hallod? Úgy nem tudod elrontani az életedet, vagy nem rontottad még el úgy, ő helyre tud állítani ezzel a hatalommal. Robi van helyreállás! Isten hatalma, az ő népével van. Isten hatalma az ő embereivel van, Isten hatalma ott van veled is. És működésbe lép, te miattad is ez a hatalom. Nagyon. Na és mit csinál Isten ezzel a hatalommal? Például oldásra és kötésre használja. Például jelenések könyvében két helyen is, vagy több helyen is van, de például olvasol olyat, például kötözésre, a sátánnak a megkötözésére. Például azt olvasod, jön egy angyal, szól Isten, és jön egy angyal láncokkal. És mit csinál az az angyal? Fogja a sátánt, megkötözi, és ezer évre beveti a mélységbe. Kinek van erre hatalma? Istennek. Isten ezt a hatalmat átruházta részlegesen ennek az angyalnak, az fogott egy láncot, és a sátán se tudott mit csinálni. Amikor a pusztító Egyiptomba betört Egyiptomba, hogy megölje a legidősebb embereket, tehát az első szülötteket, a családban a legidősebb gyerekeket megölje, mit olvasol? Hogy a pusztító nem tudott akárhová menni. Mert a hatalom forrása azt mondta a pusztítónak, hogy ahol a vér van a házakon, a házak ajtajain, a vér miatt nem mehetsz be azokba a házakba. Hallod, és hiába akart pusztítani, öldökölni, nem volt képes bemenni azokba a házakba. És ember, Jézus azt mondta nekünk, hogy ő az ajtó. Hallod? Jézus az ajtó. A pusztító és te közötted. Ott van egy ajtó. Jézus Krisztus. És ez az ajtó véres. Amikor látta János apostol a jelenések könyvébe visszajönni Jézust, azt olvasod, hogy vérelhintett ruhákban volt. Magyarán véres ajtó van, te közötted és a pusztító között. És ezért maradjál az ajtó. Maradjál az ajtó mögött. Hallod? Ne lép ki az ajtónak az árnyékából. Maradj meg az igében maradj meg Jézus Krisztusban. És ez az ajtó védeni fog, őrizni fog téged is. Meg fog tartani, meg fog szabadítani téged is ez az ajtó. Isten ezt a hatalmat kötözésre használja, és oldásra is használja. Azt olvassuk az egyik pecsét felnyitásakor, hiszem a hatodiknál, hogy, hogy a, a, legyenek eloldva bizonyos angyalok a föld felszínén, akik a Euphrates mellett vannak, meg más helyeken, és azt mondja, hogy, hogy legyenek eloldva, például a jelenések 9-ben, a hatodik angyal trombitálásánál, azt olvasjuk, egy szózat jött ki, és azt mondja ez a szózat, Old el, azt mondja, old el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíz az Eufrátesztnél van megkötve, és eloldatott. Nézd meg. Köt és old. Hallod a hatalom, amikor működik a hatalom, az a földön is működik, és az égben is működik. Hallod az igazi hatalom az az, amikor az égben is megkötöződnek erők. A sátán fő hadiszállásánál is megkötöződnek erők. Gondold el, a második égen, van egy, egy fönn a levegő térben, van egy város, a magasságban lakozók, ott vannak. Ézsaiás proféta ír erről. A magasságban van egy város, azt mondja Pál Apostol az Efézus 6-ban, hogy fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének a világbírói, gonosz angyalok vannak a második égen, a magasságban. És azt olvassuk, hogy azt mondta Jézus Péter Apostolnak, hogy amit megkötsz itt a földön, az a magasságban is kötve lesz. Amit megoldasz itt a Földön, az a Magasságban is oldva lesz. Hogy ember, a te hatalmad, amit kaptál szellemi hatalmat Jézus Krisztustól, azt a hatalmat, amikor gyakorlod, az nem csak erre a földi síkra működik, hanem az a hatalom a Magasságban levőknek is működik. Tehát Magasságban levők fele. Is működik ez a hatalom. Itt megkötöd, ott fent kötve lesznek. Itt len megoldod, ott fönt oldva lesznek. És ehhez kaptunk szellemi hatalmat. Ne képzeld el, amikor Jézus ezt a hatalmat például Péter apostolnak azt mondta, hogy ilyennel ilyet adok neked, akkor nem csak azt mondta, hogy csak Péter apostol eh, eh, rendelkezik ezzel. Nem csak azt olvassuk, hogy, hogy a Péter apostol eh, utódai kapják ezt meg. Hát kik az utódok, te meg én? Húha. hát te meg én? Nem? Egy ismert zenészt hallottam pápa látogatás előtt, aki el, 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 tehát mondta, hogy elmegy, és nem messze fog ülni a, a pápától, és megkérdezték tőle, hogy hogy, hogy gondolja, tehát a hite, meg hogy hogy gondolja, és a többi, és a többi. És tehát mond egy ilyet, hogy hát a föl Isten földi helytartója itt lesz. És akkor nézzek, hogy Istennek földi helytartója. Tehát, tehát miről beszélünk? Hát Istent ki tudná képviselni? Kinek adta Isten azt a hatalmat, hogy képviselje őt? Hát Jézus Krisztusnak. És Jézus kinek adta azt a hatalmat, hogy képviselje őt? Neked és nekem. Nekünk, az ő egyházának, az ő testének adta ezt a hatalmat. Mielőtt visszament volna a mennybe, azt, azt olvasjuk, enyém minden hatalom. Ti azért menjetek el tegyetek, tegyétek tanítványokká az embereket, tanítsátok őket, hogy tanítványok legyenek, használjátok az én nevemet, üzetek démonokat, gyógyítsatok betegeket. Hát ez a hatalom. Tehát Istennek, Istennek a, hogy mondjam, <laughs> képviselője, Jézus Krisztus. És Jézus Krisztusnak a képviselője az egyház. Egy ember nem tudja képviselni, nincs az a pozíció, ami tudná képviselni a hozzáférhetetlen, egyedüli, hallhatatlan Istent. Ilyen nincs ilyen pozíció. Hatalom van amit Isten átadott Jézusnak, felruházta Jézust, és Jézus átruházta az egyházra. És ez a hatalom van, működik. És ez a hatalom tud szabadítani, tud kötni, tud oldani, ez a hatalom. És hogy adta ezt oda? Tehát a, a, például Péternek hogy adta oda? Megkérdezte Péter, kinek mondanak engem az emberek? Erre mondanak mindenfélét. Utána mit kérdez? Ti kinek mondtok engem? És hallod, itt indul el a hatalommal való rendelkezés. Hogy rendelkezele te is azzal a szellemi hatalommal, amivel ha itt kimondasz valamit, a magasságban is kötve lesz. Itt kimondasz valamit, a magasságban is oldva lesz. Tehát rendelkezele azzal. És azt mondja, kinek mondotok ti? Erre azt mondja Péter apostol, te vagy az élő Istennek a fia. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Erre azt mondja Jézus, ezt nem test és vér jelentette ki neked. Hallod, azok az emberek rendelkeznek szellemi hatalommal, akiknek nem testtől és vértől van kijelentésük Jézus Krisztussal kapcsolatban. És ezután mondta azt, neked adom. Neked adom. Ha kapsz kijelentést Istentől, ha van kijelentésed Jézus Krisztusról, tudd meg, azzal a kijelentéssel együtt a hatalom szelleme is átjött hozzád. És te nem akárki vagy a szellemvilágba, onnantól. Hallod, nem olyan vagy, mint Kéva fiai. Hallották Pál, űzi a démonokat. Ja, Jézus nevében lehet űzni? Ja, nem kell különböző praktikákat csinálni? Nem kell szertart, valamilyen szertartást csinálni, hogy működjön? Csak ki kell mondani Jézusnak a nevét? És igen, akik rendelkeznek ezzel a kijelentéssel, azoknak ki kell mondani Jézusnak a nevét, és működik ez a szellemi hatalom. Viszont ezek a skéva fiai nem rendelkeztek ezzel a kijelentéssel, és elkezdték használni Jézusnak a nevét. Mondták a démonnak, démon, menj ki! Erre a démon visszaszólt. Hoho, kik vagytok? Jézust ismerem, páról hallottam, de ti, kik vagytok? És nekik ugrott az az ember, és megalázta őket, finoman szólva. Mesztelenül rohantak ki. Démonüzéskor, tehát erő, testi erő is fel tud szabadulni emberekben, tehát a démonnak az energiája fel tudja korbácsolni az embereknek is a testi tehát erejüket. Volt, volt egyszer, még akkor álltam benne, tehát a szolgálatba, és garázsba valaki mondta, hogy bűnvallást tart, és lementünk a garázsba, és ugye bezárta a garázs ajtót, bekulcsolta, meg nem tudom, milyen valamit használt, bezárta, hogy ne zavarjon senki minket. Azóta rájöttem, hogy se nem kell bezárni, meg jobb, ha többen űzünk, de mondjuk. Nálam magasabb ember, és el megvalotta a bűneit, és talán elkezdtem űzni belőle. Hát. néznem kellett, hogy oh, merre menek, merre lehet. Nem azért, mert rám támad, vagyis akart volna, csak használtam Jézusnak a nevét. És olyan démoni agresszió erővel lépett föl, hogy ugye mondtam, hogy Jézus nevébe térdelj le, és le, szerencsémre lefeküdt a földre, de fel akart onnan állni, és minden, mindegy, nem a megnyilvánulás a lényeg, de ott ott egy pár, tehát megizzadtam egy kicsit. És addig mondtam, hogy Jézus nevén, menj ki belőle, menj ki belőle, menj ki belőle, menj ki belőle. És mire felállt volna, hogy megtámadjon, addigra kiment belőle a démon is. De, de, de vannak ilyenek. De úgy, hogy úgy kell, tehát a kör, tehát úgy kell a szobát, és nem azért, mert menekülésre kell fogni, csak azért, érted, tehát... Mert tudod, ilyenkor, amikor démonizés van, jönnek gondolatok, tehát a démonok beleraknak gondolatokat az ember fejébe, és tudod, elképzelsz mindent. Szóval, hogy mit csinálhat veled, pláne egy, érted, látod, hogy egy agresszívabb valami, és... Tehát egy félelmet bele akar mert tudja, hogy ha van benned félelem, akkor nem fog működni a hatalom. Ezért ne félj! Ne félj! Ne aggodalmaskodj, ne félj! De amiért ezt mondtam, az, hogy, hogy tehát vannak megnyilvánulások. És a megnyilvánulásokkal az ördög csak azt akarja csinálni. Nézd meg a tanítványoknál, oda vitte a, a, a démonizált fiút, odavitte az apjához, na az apja ugye a tanítványokhoz, Jézusnak a tanítványaihoz, odavitte a, a fiát, és nem tudták kiűzni. Miért nem tudták kiűzni? Azt mondja Jézus, a hitetlenségetek miatt nem ment ki. Mi volt a hitetlenségük? Az, hogy látták, hogy hogy nyilvánul meg ez a démon. Mert ott helybe, a, a, tehát na mindegy, nem mondom a megnyilvánulást. olvasd el a Bibliában. És ezek annyira hatással alá kerültek a megnyilvánulásnak, hogy hitetlenek lettek. És azt mondta Jézus, amikor megkérdezték tőle utána, mi miért nem tudtuk kiűzni? Erre azt mondja, a ti hitetlenségetek miatt hallod, ne legyél hitetlen. A gyógyulás, a szabadulás meg fog történni az életedben, de ne nézz. A, 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 most egyébként a héten ö, ö, figyeltem fel, amikor Pál Apostol azt mondja, hogy mi? Azt mondja, a hit, azt mondja, nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Olvastál ilyet? Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanra. De figyelj, mit mond? Nézünk. Nem néztünk, nem nézni fogunk, hanem az ember, amikor gyakorolja a hitét, folyamatosan néznie kell a láthatatlan. Most, most feladtam a leckét. Hogy nézed a láthatatlant? Mert ez egy nagy kérdés, hogy hogy nézed a láthatatlant. Hát a szíveddel. Van bensőd fel tudod fogni, érzékelni tudsz, hallod? Amikor újjá született ember lettél, új teremtés lettél, kaptál érzékelést a láthatatlanra. És belül fel tudod fogni azt a láthatatlan. És itt az a kérdés, hogy a külső, vannak külső érzékszerveid, és van a bensődnek is érzékszerve. Itt az a kérdés, hogy melyik győz a külső érzékszerveid, amik a tapasztalatra, a környezetre, a tünetekre néznek, vagy a belső érzékelésed, amiben a kijelentés szelleme van, amire azt mondta Jézus, kinek mondtok engem? Te vagy a Krisztus az élő Isten fia? De hát honnan tudod? Ha hát nem láttad, nem voltál ott, nem tudhatsz erről, de van egy belső ismereted, egy mély belső meggyőződésed, hogy te vagy az Jézus. Na ugyanígy van amikor a láthatatlant nézzünk, az azt jelenti, hogy van egy mély belső meggyőződésünk folyamatosan amit a külső érzékszervek nem tudnak maguk alá gyűrni, hanem ott, ott ez, ez fölötte van, hogy megvan a kijelentésem. És én ebben a kijelentésben járok, annak ellenére, hogy más tapasztalok. Mást mutat ez a világ, más mutatnak a körülményeim, de én akkor is megmaradok ebbe, és használom azt a szellemi hatalmat, amit kaptam az Úr Jézustól. Mert van kijelentésem róla, mert kaptam kijelentést. És ez, hallod, mindenre van ez a szellemi hatalom, a házasságodra, kimondod a Jézus nevében, viszály szelleme, hagyd el a házasságomat, és tudsz harcolni a házasságodért, tudsz harcolni a férjedért, tudsz harcolni a gyerekeidért, meg kimondod ezt a hatalmat, hatalommal szólsz, és kimondod ezeket a szavakat, és működni fognak a Jézus nevében ezek a szavaid, amiket kimondasz. Amen! Ú, és megy az idő, megy az idő. Megy az idő. Nem? Ja, nem jó az az óra? Már, már előrébb járunk, mint. Azt hittem, még van időm. akkor folytatni fogjuk. Még csak egy kicsit, hadd mondjak. De nagyon röviden, tő mondatokba fogom, tényleg nem fogok ez. Csak hogy megértsük a működést. Tehát Isten, amikor az ember teremtette, akkor azt olvassuk az 1 Mózes 1.26-ban, hogy mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre, hasonlatosságunkra, uralkodjon a tenger halain. Tehát most nem mondom tovább, uralkodjon. Mit mondott Isten? Halljátok, előtte azt mondta, legyen, 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 legyen. Tehát szólt, különböző dolgokba szólt bele. Legyen, legyen világosság, legyen menyezet, legyen ég, legyen ez, legyen az, pesdőjenek a vizek, repüljenek a, a, a madarak, meg a, a vizek pestüljenek, meg ilyenek. Hallod, és teremted. Szólt, legyen teremtett. amikor odaért, mi emberekhez ért, Isten azt mondja, szólt magához. És azt mondja, teremtsünk embert a mi képünkre. Hogy? uralkodjon. Hallod, te és én uralkodásra vagyunk rendelve. Hallod, és még a demokráciában is élünk, meg különböző, különböző hatalmi, vagy ilyen társadalmi eh, rendbe vagyunk tagozódva, semelyik nem tudja elvenni tőlünk azt, hogy mi uralkodásra vagyunk teremtve, és uralkodásra születtünk. És eljön az az idő, amikor ez az uralkodás meg fog valósulni, nem csak szellemben, hanem ténylegesen is. Mert erre vagyunk teremtve, Isten olyat teremtett, amilyen ő. Amen. És ezért azt mondja, uralkodjon. És utána történt egy nagyon-nagyon rossz dolog, az, hogy átadta ezt az uralmat az ember a bűnbeesés által a sátánnak. Halljátok most nem, az em, nem Isten uralkodik a földön. És még csak nem is az ember uralkodik a földön. Most a Földön a sátán uralkodik, mert meg átadták neki ezt a jogot. Tehát ne Istent vádold, ne hallottam sok embert már, aki azt mondta, ha Isten létezne, nem engedte volna meg ezt, meg ezt. Hallottatok ilyeneket? Nem engedte volna meg ezt, meg ezt. Hallod? Isten a föld feletti uralmat átadta az embernek. Átadta. Ez olyan, mint egy cégvezető, vagy, vagy valaki átadja azt a területet. Például ilyen szokott lenni, hogy akinek van vállalkozása, átadja például a könyvelést. Átadja a könyvelőknek. Ha a könyvelő elszúr valamit, fizeti. Az az ember. De ő átadta, hogy a könyvelő néz át, de a felelősség még mindig az övé, de a könyvelő csinál valamit azokkal az adatokkal, meg számokkal. És nem mond, tehát érted? Ugyanígy van, át van adva, ki vagy szolgáltatva a könyvelődnek. Most csak egy általános, tehát egy példát mondtam. Ha jól csinálja, minden jó, de ha rosszul csinálja. És nézzétek meg, hogy, a, hogy Isten átadta az embernek. Uralkodjál! A tengerhalain itt, ott, amott, az egész földön. És valami elromlott a földön. Valami nem működik. Igazságtalan. Sokan mondják igazságtalan. Sok filozófus akart változtatni társadalmakon, mert igazságtalanság van. De figyeljetek, mi az oka? Az, hogy egy szellemi lény átvette az Istentől kapott hatalmát az embernek a föld fölött. És amikor odament Jézushoz az ördög, és megkísértette, akkor azt mondta, Jézus, neked adom mindezt, a hatalmat, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. És a Lukács evangéliumában az eredeti görög szöveg azt mondja, mert úgy kéne lefordítani, mert nekem adták át ezt a hatalmat. Hallod? Az ördög úgy ment Jézushoz, hogy azt mondta, hogy nekem átadott hatalmam van a Földön. Tehát ennek nem kéne így lenni ennek az egésznek. Ez az egész azért ennyire gonosz, ezért annyira igazságtalan, azért annyira egyenlőtlen, azért, na jó, nem mondok, mert nem forradalmat, meg elégedetlenséget akarok szülni, hanem az, hogy Azért nem működik, mert egy gonosz szellemi lény befolyása alá, egy láthatatlan szellemi lény befolyása alá került az egész Föld, bolygó, az emberiséggel, a társadalmakkal, és mindennel együtt. És ez irányítja, ez manipulálja, ez használja ki az embereknek a tudatlanságát és befolyását, tehát az engedetlenségét, lázadását, ez a lény befolyásolja és hat az emberekre. Átadták neki. Ádám és Éva, amikor Isten azt mondta, uralkodj, ezek fogták, ők nem tudták, hogy az ördögnek átadják ezt az uralkodói jogot. És az, aki ennek a világnak az Isten lehetett volna, és az, aki ennek a világnak a fejedelme lehetett volna, az szolgája lett annak, akit Isten alá rendelt az embernek, hogy a lába alá kerüljön és taposson ezen a szellemi lényen. Hallod, egy csaláson keresztül. Két mondattal indította el. Tényleg? Azt mondta az Isten. Hallod? Az ember itt vesztette el a szellemi hatalmát, hogy meghallotta ezt. Engedte, hogy a fülébe jussanak ezek a szavak. Tényleg azt mondja Isten? Csak ugyan, csak ugyan. Azt mondja, hogy meggyógyultál. Tényleg azt mondta, hogy újjá vagy születve. Tényleg, tényleg, tényleg. És amikor elülteti a két tejt, akkor azt fogja mondani. Bizony nem halsz meg. Tehát az ellenkezőjét. Először a kéttejt mondja, és utána az ellenkezőjét e, rá kijelenti. Először két ültet be, utána kijelenti az ellenkezőjét, mint amit Isten igé állít. És mit csinál sok ember? Kételkedik Istenben, kételkedik Isten létezésében, és az ellenkezőjét állítja az Isten igének, még sok keresztény is az ellenkezője szerint. Elvileg egyetért az Isten igéjével, viszont a gyakorlatban ellenkezőleg cselekszik, mint amit Isten igény állít. Ez a nagy probléma. És hát itt még sok minden lett volna. De befejezésül, tényleg befejezésül, Efézus 6, és ugye múlt héten beszéltem nektek a szellemi fegyverekről, és ezért beszél arról, mert szellemi lények irányítják az emberiséget. Hallod, olyan lények, amikről azt mondja a Dániel könyvében, hogy megjelent neki, amikor elkezdett imádkozni, megjelent neki Gábriel arkangyal, és elmondta, egy betekintést adott a Gábriel arkangyal a Dánielnek, hogy figyelj, Dániel, tudod, mi volt a probléma? hogy gonosz szellemi lények, magasságban levő gonosz szellemi lények, társadalmi befolyással rendelkező, politikai befolyással rendelkező, gazdasági befolyással rendelkező emberek, vezetők mellé odaállnak, és megakadályozhatnak, megakadályozhatják Isten munkáját, vagy támogathatják Isten munkáját. Ezt az egyet ezt el kell, hogy még mondjam, hallod, azt mondja Esdrás könyvébe, mihelytt, nem kell oda lapoznatok, Esdrás 4.23, mihelytt Artaxerxes király levelének a mása felolvastatott Rehum és Simsai a kancellár és társai előtt mentek nagy ha hamarsággal Jeruzsálembe a zsidókhoz, és megakadályozták őket erővel és hatalommal, akkor megszűnt az úrházának építése, amely Jeruzsálemben van, és szünetelt Darius Perzsa királya uralkodásának második esztendeiig. Tehát addig megszűnt az építkezés. Valami történt, valami megváltozott a levegő égben. Valami akadályozta, ezek a szellemi lények akadályozták politikai, gazdaság és más vezetőkön keresztül, hogy az Isten munkája épüljön. Azt mondja Darius király második évéig. Mi történt Darius király második évéig? Ha elolvassátok a Zakari Most nincs erre időm Zakariás könyvét, Ageus proféta könyvét, Zak Zakariás proféta könyvét, egyszer csak azt olvassátok ezekben a könyvekben, hogy a Darius király második évébe egy csomó látomás kezdett, egy csomó profécia jött ki, egy csomó látomás lett, egy csomó minden szellemi dolog történt, az egész szellemvilág megmozdult a magasságban. És hallod? Már nincs arra időm, de egyszer csak az Ézs Esdrás könyvének a hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik fejezetét, ha elolvasod, Egyszer csak azt olvasod, elkezdtek profétálni. Kezdjétek el építeni. Elkezdték építeni. Na megint jöttek. Felírtak leveleket, e, e, írtak föl a királyhoz, hogy beszüntessék a munkát. Hallod? De a légkör megváltozott fönt. És amikor a királyhoz jutott a levél, azt mondja, nézzetek utána. Utána néztek ki, de a círus a király megparancsolta, hogy akkor így legyen, akkor csináljátok így. Sőt, akik bevádolták a zsidókat, hogy építik a, a Isten házát, azoknak megmondták, hogy a saját költségvetéseitekből kell támogatni az Isten munkáját. Na mi van-e, emberek? Hallod, egyébként most lehet, hogy ú, most olyat mondok, hogy kiakadsz. De most mi a probléma, ha állami költségből van építve Isten munkája? Ha az Isten munkája? Hát itt is állami költségvetésből. Megmondta, fákat küldjetek, ezt küldjetek, azt küldjetek. Most mi a baj? Hú, de csönd van. De hallod, Darius király második évébe, ott a magasságban megváltozott valami. Több kijelentés jött, több profécia jött, több látomás jött, a szellemi világ megmozdult, átalakult a szellemi világ. Angyali lények, fejedelemségek ö, szorították egyiket a másikból kifele, és ez csak azt olvasott, felépült az Isten háza. Hogy lehet ez? Mert jött egy természet fölötti hatalom, jött a zsidó építőkre, és felépítették az Isten házát. Hallod? Hogy lehet akadályok tudnak lenni a magasságban, vagy akadályok, vagy, vagy feloldanak ezek az akadályok, és sikeres tud lenni a vállalkozásod. Lehet, hogy nem is tudod azt, hogy, hogy sok minden, amire mi azt mondjuk, hogy szerencse, meg hogy találsz szerencsével így, szeren... nem biztos az szerencse, meg lett oldva az ég, jó angyalok lejöttek hozzád, és úgy befolyásolták a körülményeket. És a gonosz angyalokat eltüntették az otthonodból. A gonosz sors romboló erőket kirakták a lakásodból, a családodból. És ezt olvassuk Dániel könyvénél, hogy tudod-e miért jöttem hozzád? Ugye a tizedik fejezet, huszadik versszak. Most visszatérek, hogy küzdjek Perzsa fejedelem ellen, és ha elmegyek, íme kijön Görögország, a Jáván fejedelme előjön, de azt mondja, megjelentem neked, ami fel van jegyezve az igazságírásában, és senki sincsen, aki én velem tartana ezekben, hanem csak Mihály a ti fejedelmetek. Gabriel Arkonyal csak egy kis belátást ad abba, hogy ember nagy, az, hogy politikai változások vannak, gazdasági változások, birodalmakba, társadalmakba, országokba, ott angyaloknak, a, a, a fejedelemségeknek, hatalmasságoknak, erősségek, ilyen angyali lények mozognak, és, és tá, olyan, olyan mozgalmak, amik ö, tönkreteszik a társadalmakat, a családokat. Érted, ami elindult a 60-as évektől, szexuális forradalom, ami elindította? Ö, ez lehet, hogy egy gonosz, sőt, valószínűleg egy gonosz angyal volt, mert tönkrevágta a házasságokat családokat tönkretette, vállások lettek. Meg kellett, érted, hogy olyannal találkoztak emberek, hogy egyedülállóan nevel föl valaki valakit, vagyis a gyerekét. Mi ezt már tudjuk, tehát most hallasz egyet, hogy egyedülálló? Ó, van ilyen. De hallod, ab azokban az időkben te ilyeneket nem nagyon hallottál. Maximum háborúkban, amikor meghalt a család fenntartó, akkor hallottál ilyet. De amúgy nem volt ilyen, hogy egyedülálló. Most már ugyan egyedül, most már ez az Tehát érted, ezt már megszoktad, mert ez már van ilyen. Válások, családoknak a felbontása, és, és ezek a lények rászoktatják az embert természetellenes, Isten ellenes viselkedésekre, magatartásokra, dolgokra, ami nem ez volt, de, de az egész társadalmat befolyásolják. És most már rászoktatnak, hogy hogy te férfi vagy, de ez csak biológiai, de egyébként lehetsz nő is. De várjál, már megszülettél, ez vagy. Hát most Isten azt mondta, teremtsünk Ádámot, férfit, és nőt. És kész. Nem mondta azt, hogy akkor egy, egy másik nemet is hozzunk létre. És nem volt ilyen. De most ha szoktatnak, hogy ember, te, te vaskalapos vagy, tehát vissza, te, te ősember vagy, hogyha nem fogadsz el ilyen dolgokat. Tehát a modern, új emberek, azok most már nem nélküliek. Ha akarnak, majd megmondják, milyen a nemük. De ember, a természettel nem tudsz mit csinálni, megerőszakolni. Szülni csak úgy lehet, ha egy férfi, meg egy nő összejön házasságban. Lehetőleg. Ez, ez nem tudsz mit csinálni. Csak annyit akartam, hogy nagyon nagy szellemi erők dolgoznak. Érted? És működnek, mozognak. És fiat, befejezésül tényleg, amit az Efézusban, mert ezek az erők határozzák meg a tesz sorsodat, a szerencsédet, a nyomorodat, a különböző dolgokat, ezek az erők határozzák meg. És ezekkel az erőkkel szembe, csak befejezésül Efézus 6.10, azt mondja, látod itt is, amit mond Pálapostól szó szerint, végezetre, atyám fiai. <laughs> Végezetre, atyám fiai, végül, befejezésül. Mit mond? Legyetek erősek az Úrban. Hallod neked kötelességed. Ha sikeres, győztes, keresztény akarsz lenni, kötelességed megerősödni az Úrban és az ő hatalmas erejében. Fel kell öltöznöd a fegyvereket és ezekkel ellene tudsz állni. Meg tudsz állni, ellene tudsz állni, és tusalkodni tudsz sikeresen ezek ellen a sors romboló erők ellen. Amen? Halleluja! Dicsőség az Úrna! És akkor most úrvacsorára fog sor kerülni.